A koronavírus járvány miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedések betartása mellett kezdődnek majd meg péntek reggel az őszi érettségik. A biztonságos vizsgázás érdekében az iskola bejáratánál testhőmérsékletmérés történik, javasolják a kézfertőtlenítőszer használatát és kötelező maszkot viselni. A tantermekben 10 fő vizsgázhat egyszerre, be kell tartani az ajánlott másfél méteres távolságot, és a kézdolgozatokat javítás előtt elzárva pihentetik majd a fertőzések elkerülése érdekében. Ugyanúgy próbálnak meg fölkészülni ezekre az őszi érettségi vizsgákra is. Ugye nyilván a tavasz időszakban, akik ugye tehették, akkor ott ugye már az érettségi vizsgán ugye túl vannak. Ez az őszi időszak általában ugye mindig kevesebb diákot érint, ebből adódóan talán ugye kisebb lesz az intézményeknek a leterheltsége, így ugye az igénybe vett kollégák száma is kevesebb, de attól függetlenül ugye fokozottan oda kell figyelni, ugye hiszen mellette akár ugye tanítás is zajlódhat egy intézményen belül. A tanítási órák mellett ugye meg kell valósítani ugye a biztonságos, illetve hát ugye a zavartalan érettségének a lebonyolítását, tehát ugye ez mind-mind fokozott körültekintés, illetve odafigyelést igényel. A pedagógusok szakszervezete szeretné, ha az őszi szünet után novembertől az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban hibrid oktatást vezetnének be, ezzel védve a diákok és a pedagógusok biztonságát. A rendszer felállításával csökkenthető lenne a találkozások száma, ezáltal a fertőzés veszélye is. Tulajdonképpen vannak már erre is kísérletek, illetve vannak olyan intézmények, ahol már így zajlik ugye részben az oktatás. Ez egyrészt a nagy létszámú osztályok miatt indokoltá tenni azt, hogy az intézményekben ugye amúgy is kevesebb a termekben a férőhely, így tulajdonképpen a tanulóknak a leültetése is ugye azzal, hogy biztonságos távolságra üljenek egymástól, ugye nehezen megvalósítható. Így ugye több intézményben például van arra lehetőség, illetve megvalósították már azt, hogy az osztályoknak egy-egy fele jár. Egyik héten tantermoktatásra, a másik fele gyakorlatilag addig otthoni, úgymond ugye online, vagy ugye szabad felkészüléssel végzi el a tananyag elsajátítását, és a következő héten ugye cserél az osztály másik fele jön tantermoktatásra, és ugye az a fel, aki az előző héten volt bent tanteremben, az maradt otthon tulajdonképpen felkészülési időben. Fülöp Attila elmondta, hogy a pedagógusok próbálnak olyan helyzetet teremteni, amely elősegíti a diákok biztonságos tanulását és a pedagógusok hatékony munkáját. Az eredményes vírusstratégia kidolgozását azonban folyamatosan meg kell újítani, hogy alkalmazkodni tudjon a világjárvány kihívásaihoz.